A Bencs iskola tornacsarnoka adott otthont a Diákolimpia országos döntőjének, amelyen légpisztollyal és légpuskával lőttek a résztvevő fiatalok. Egyénivel az iskolájukat, csapatban pedig a megyéjüket képviselték a versenyzők, akik közül többen is tagjai a korosztályos válogatott keretnek. A diákok számára a legfontosabb verseny, hogy a Diákolimpián mérjék meg, hogy hogy állnak, mint állnak bármely sportágban. A lövészetben pedig különösen fontos, hiszen már nagyon sok versenyző van közöttük, aki a klubokban is versenyez, tagja a magyar nemzeti válogatottnak, és készülnek a jövő évi Európa-bajnokságra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviseletében 20-an léptek lövőállásba. A rendező Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület vezetője elmondta, munkaigényes sportágról van szó, ami ettől függetlenül vonzó a fiatalok számára. Először mindenki nagy lendülettel érkezik hozzánk, és mindenkinek nagyon tetszik a lövészet. Később viszont azt tudom mondani, hogy kevesebben maradnak, hiszen ez egy nagyon komoly sport, nagyon nagy önfegyelemre van szükség, és ahhoz, hogy ez megvalósuljon, olyan gyerekekkel is kell rendelkeznünk. A megyebeli versenyzők végül 4 érmet szereztek, az általános iskolásoknál a légpisztoly 20 lövéses versenyszámában a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola diákja Vare Attila végzett az élen, aki Kis Attilával és Olá Jánossal együtt a csapatversenyt is megnyerte. Kis Attila egyéniben bronzérmet szerzett, míg a középiskolásoknál a légpisztoly 40 lövéses számában a Krúdis Agárdi Vilmos a második helyen zárta a döntőt.